Sziasztok! Hosszú idő után ismét kamionos kütyük videó. Összegyűltek a cuccok, le vannak tesztelve, úgyhogy egy videótartalmat találtok, és rögtön vágjunk is bele. Húha, mivel is kezdjünk? Szerintem az elsővel, a kedvencemmel, a főzéssel. És érdekes, hogy Alex mondta ezt, hogy ez ha nem lenne a videóban, nem is én lennék. Ez a bizonyos sprés olajok. Többen kérdeztétek, főleg ugye a főzős videók alatt, hogy ezt hol lehet beszerezni. Hát szerintem Magyarországon legjobb, hogyha vagy nagyobb bevásárlóközpontokba fogod megnézni, vagy online keressel rá. Nézd, ez a márka lenne. Én ezt Angliában vásároltam. Nem egy túlzottan drága, és utántölthető, ez egy nagyon fontos dolog. Tehát egyszer van itt egy fokhagymás olívóolaj, napraforgóolaj, sima olívóolaj, és végül a legújabb cucc, tőlük sokat fogok rendelni, ez a Jim Beam, tehát J-vel, J-M Beam nevezetű cég, ugye ők a fit cuccokat árulják, mondjuk főleg ilyen testépítőknek javallott, és akkor ez kókuszolaj, ez viszont nem után tölthető. Na most, azért is jó, mert ugye én annak vagyok a híve, hogy ne főzzünk bőolajban, kamionban szeretek főzni, ne csapkodjon, ne legyen nagyon zsírszag, salátákhoz, és tök jó, beteríti az edényt, hiszen a nagyon sok kultúrában, tudjátok, a főzés olyan, hogy szinte kitörlik a serpenyőt csak a zsiradékkal, tehát egy ilyen réteget képeznek rajta. Nálunk, magyaroknál van az, hogy ott, hogy megborítjuk, hogy rendesen legyen benne olaj. Szóval én azt, annak nem vagyok a híve. Én ezt szoktam meg ugye főleg Spanyolországban, hogy úgy legyen rajta olívóolaj, de ne erről szóljon mondjuk az étel vagy a salát. Úgyhogy ezeket tudom nektek ajánlani nagyon frankó. Hát egyszer kell megvenni, aki jár mondjuk Angliába, például az Asdába meg tudod ezt venni, és utána már csak után kell tölteni. Tehát ezekről nagyjából ennyit. Jöjjön a következő cuccunk, ezt Gábortól kaptam. Hát igen, ez már jól jelzi az, hogy a kamionosok olykor mindent lenyúlnak a tett helyszínéről. Ugye zuhanyzóba bemész, biztos jártál már úgy, hogy nincs nálad fogas. Bevallom, én ennyire nem vagyok sziszifusz is, hogy minden ilyen dologra felkészüljek, de megteszi ezt helyettünk más, hogy elmondja. Akit érdekel, nézzétek, Gábortól kaptam. Gábor az, aki benne volt az Ashfordi parkolós videóban, vagy ugye a Mercedesét bemutattam korábban, az IKEA-ban vásárolta. Ez egy ilyen cuppanthatós fogas. Tényleg rossz, mert bemész valahova, és a táskádat, ugye, ha nem tudod hova letenni, nincs egy szék, vannak ilyen nomád zuhanyzók, akkor hova fogod tenni? Le, vagy rá a kilincsre, ha olyan a zuhanyzó rád nyitnak, hiába be van zárva a táskád, akkor lecuppan. Szóval erre legalább valamit fel tudsz tenni, sok helyet nem kér, filléres dolog, ötletes, azt mondom, végül is elfér ott a többi cucc mellett. Következő cuccunk, ezeken hamar át fogunk libbenni, ez is gondoltam, hogy az egyszerűbbekkel kezdünk. Ugye voltam Oroszországban, és Juniornál láttam egy tök jó dolgot, hiszen arra felé is vannak zuhanyzók, amik nem feltétlenül a higiéniáról híresek. Nem egy autó. Jó. És én is jártam úgy, és sajnos, biztos, hogy rajtam kívül még nagyon sokan, hogy bemész, ugye hát minden nap szinte más zuhanyzóban mosakodunk, és csak egy kicsit neki dőlsz a falnak, vagy lefelé csorog a víz, most lássuk be, van, aki belepisil, igaz? Tehát azért papucs nélkül nem kellene bemenni egy ilyen zuhanyzóba, de hogy lemegy a víz, az visszacsapódik a lábadra, vagy nem folyik olyan gyorsan, ott állsz benne, abban lébe, és hát bizony elkapsz valami gombás fertőzést. És Juniornál láttam, hogy van erre, ilyen zuhanyzás után fújta be magát ilyen gombásodás elleni sprével. Na most én egy ilyet találtam itt Angliában, ez a Scholl-nak az egyik ilyen cucca. Úgyhogy otthon nézzétek meg, hát gondolom ilyen DM-be, meg ilyen dolgokba lehet ezt venni. És nem is azt mondom, hogy mindig, de biztos, hogy belefutsz egyszer-egyszer egy olyan helybe, ami nem feltétlenül higiéniáról híres, és
utána csak a nyűg van vele, érted, az ember elkapja, nem is olyan túl jó küzdik vele, szóval ez szerintem egy ilyen alap lenne, hát én is most tudtam meg, hogy van ilyen, és elfogadtam az ötletet, ez tök jó, úgyhogy már meg is vásároltam. Következő cuccunk, ami ugyan korábbi videóban benne volt, egykori hölgy kolléganőm a ajánlására, én ebből nagyon sokat vettem, ismerős szerintem oda-haza, és Tesco-tól kezdve mit tudom, mindenfel ez a Fibrizi nevezetű ilyen textil frissítő, ismerős? Van ebből többféle illat. Na, ez ugye alapból nem olcsó. Ez olyan 800 forint környéke. Ezt úgy tudod megoldani, hogy veszel mondjuk egy ilyet, vagy veszel egy sima flakont, és ebbe a kedvenc öblítődöt beleteszel. Például egy kokkolinóból. Ízlés dolga, mondjuk egy decihez adsz ugye 4 deci vizet. Összekevered, és ugyanazt elérted, csak filléres megoldás. Na most a kedves kollégina elmondta egykor, hogy ők, és nem akarok lázítani itt a szállodák ellen, de hogy ők szállodába dolgozott, és hát bizony nem minden nap húztak ágyneműt, nem cseréltek függönyt, hanem turbóba átfújták, és végül is a kedves vendég azt érzte, hogy jó van az úgy alapon. Hát ez az, amikor belelátszik, az az olyan, amikor bemész a pékségbe, hogy jaj, ezt inkább nem láttam volna. Addig voltam boldog, amíg ezt nem láttam. Na igen, nem azt mondom, hogy mindenhol így van, ő ilyen helyen dolgozott Magyarországon, ahol így oldották meg, és ajánlotta. Én ezt arra tudom nektek ajánlani, hogy ugye reggel felkelsz, lefújod az ágyadat, vagy az ülésből kiszállsz, azt átfőd, kicsit így felfrissül a fülked. Ez nem helyettesíti az, hogy néha ki kell mosni az ágyneműdet, de felfrissíti függönyöket, főleg a dohányzol, ugye? Akkor kicsit ez elősegíti a dolgot. Meg ugye a szennyesedet eltárolod, ahelyett, hogy így bezacskóznád, figyelj, levetted, kicsit átfújod, és úgy teszed el. És már nem lesz az állott, esetenként állat szag itt a fülkében. Ez ténylegesen egy alap felszereltsége itt a kamionosoknak. Visszatérve Juniorra, ő is használt, ő egy ilyen fertőtlenítős cuccal fújt át mindig a reggel az ágyneműjét, az is teljesen jó. Szóval olyat teszel bele, olyan folyadékot, ami neked szimpatikus. Következő, és gyorsan a gyors cuccokon át is megyünk, jön a nyár, itt a nyár, jönnek a bogarak, lehúzod az ablakot, és a legyek, a sasok halálra bírják idegesíteni az embert. Adj nekik. Én úgy szoktam, hogy fogom, lefújom őket, na, onnantól kezdve aztán itt nincsen, ezzel nincs barátság. Tehát se szúnyognak, se légynek itt a fülkében, keresni valója nincs, ne hagyd otthon. Mert meglátod, hogy nagyon-nagyon ideges leszel. Főleg, ha spanyolba jársz. De még spanyolban mennyi légy van. Vagy élő állatszállítózó például, ugye, dögös vagy, ahogy ők mondják magukat, tehát a dögösök. Hát ott aztán van légy dögivel. Úgyhogy légy és szúnyog írtó, nem riasztó, írtó legyen nálunk. Na és akkor itt el is érkeztünk szerintem a gyors cuccok bemutatásának a végéhez. Úgyhogy jöjjön a következő. A mai egyik fő termékünk, úgymond, de jó, hogy vágatlanul sikerül ezt nekem így végigpofázni. Ez nem más, mint az itt található hűtő. Azon gondolkoztam, hogy mutassam be, vagy mondjak el róla valami hű, de valami nagyot olvasok utána. Én azt mondtam, hogy figyelj, baromira nem érdekel, hogy mit tud. Minek kell az nekem? Ez. Egyszer halljátok a hangot. Most. Így. Ennyi. De ez hallható volt egyébként a vlogban, amikor a kezdősofőröknek csináltam ugye az, hogy merre kezdjenek, hol dolgozzanak, abban is néha belezugna, ez hallható. Szerintem egyáltalán nem. Hát mondjuk a gyári hűtő az nem zúg, tehát ez egyértelmű, de ez ennyi hangja van. Na most ezt ide felvesszük, hát remélem, hogy bele fog férni így a képbe. Nézzük. Aha, jó. De kiemeljük nektek, tehát így. Itt látható, nem szakadok meg tőle a súlyától. Na most ez a Convoy Truck Shop ból van. Ugye nagyon-nagyon sok, szinte minden termékemet onnan szoktam beszerezni. Például ugye a Budapesten ott a nullás mellett található, és minden egyes boltjánál meg tudsz állni. Linket beteszek nektek ide a leírásba. Ez egy Indel B hűtő. Kérlek szépen, ez 18 literes. Amíg cégnél találkozhatsz így hűtős
hogy itt van a jobb egyben a hűtő, a Reiningnél én úgy tudom, hogy alapból nem adnak hűtőt, a kamionban nincs benne, hanem megvetetik a sofőrrel. Oda mész, és akkor megvetetik, én úgy tudom, hogy levonogatják tőlük havonta. Ezért mondjuk a neten, ha látsz, akkor a jó minőségű hűtő szoktak egyébként lenni, a Reining jó minőségű tárul, de azt hiszem, hogy az 36 liter, tehát ennek majdnem a duplája az a hűtő, és akkor azt tudod magaddal hurcolni. Bevallom nektek, amíg nem volt, nem tudtam, hogy miről maradok le. Igen. Amikor kipróbálod az első bevásárlásnál, akkor felkapcsolják a villanyt, hogy de hülye vagy, hogy neked ilyen nem volt eddig. És komolyan. Hát én egy 18 literest választottam, ami jó döntés volt, mert nem mértem le először itt a helyet. Én ide terveztem, ide a jobb egy mellé nem fér be. Tehát ide a Scaniába nem fér be így hosszába, és ide szerencsére elfér. Tehát itt senkit nem zavar, annyi, hogy itt ha kihúzom ezt a kis asztalkát, akkor nem tudom ide beforgatni az ülést, tehát én nem tudok mondjuk beülni. Ez kompromisszumot bírunk kötni. 18 liter. Ugyanis én ezt nem főhűtőnek, hanem kiegészítő hűtőnek gondoltam, fagyasztónak, hiszen az én hűtőm, és a legtöbb hűtő egyébként, vagy fagyaszt, vagy hűt. Esetleg, hogyha hátra beteszed oda, akkor még úgy azt mondják, hogy hátul fagyaszt. Na most figyelj ide, beteszel egy ilyen, mit tudom én, fagyasztott zöldborsót, biztos, hogy ki fog engedni. Jártál le már úgy, hogy megvettél, majd adjunk akkor egy zöld borsót, mert azt mondod, hogy hopp, én most borsó főzeléket fogok itt össze rittyenteni holnap. Aznap este fáradt vagy, mert nem fogod megcsinálni, de honnan tudod, mi alakul másnap? Hallod, nekem annyiszor előfordult, hogy nem úgy alakult a nap, na most én nem csinálom meg. És bizony a harmadik napon már, amikor kihúztam a hűtőt, mert ugye érződött, hogy hoppá, ezzel valamit kezdeni kellene, mert ez az utolsó nap. Itt ha holnap nem csinálom meg, vagy ma, akkor itt vége. Akkor dobhatom ki. És én nagyon sokszor, hát igen, sajnos ki kellett, hogy dobjam. A másik ilyen a fűszerek. Na hát én nagyon sok fűszert használok. Ugye, mint látható, a Schnidling például szárítottat. És néha úgy volt, amikor hozzájutottam frisshez, megvettem, csak ezzel meg az a baj, hogy megveszed, és tuti nem fogsz elhasználni egy köteggel. Ugyanígy mondjuk a bazsalikommal, vagy a petrezselyemmel, odahaza édesanyám mindig lefagyasztotta, és akkor idézőjelbe friss, szép színű zöld fűszer volt ott kéznél. Tehát hogyan fagyasszam le? Hát nem tudom. Ó, te hallod, az első volt, amikor megláttam a Lidlbe. Így felkapcsolódott a villany, fagyasztott Schnidlinget, azaz metélő hagymát árulnak. Figyelj! Nem hazudtolom meg magam. Itt van-e? Figyeled? Metélő hagyma. Már is le van, megvettem frissen. Szépen leszereteltem, és ide el van téve. És kérlek szépen, van itt petrezselye, vannak még nincsen doboz, úgyhogy az így van. Mi van még ebben? Na, akkor gyorsan nézzük el. Hallod? Jégkrém. 15 éve kamionozok, nekem kamionban nem volt jégkrém. Hát, vágytam rá egy pár szó. Bár most dagadt vagyok. Most diéta van, de úgy voltam, hogy most a videó kedvéért megmutatom, hogy veszek egy jégkrémet, egy magnumot. Jégkrém. Na ezért megért. Este, amikor rágyön, hogy jégkrémezhetni. Vannak azok a napok, tudod, amikor este felkezd hajnal egykor, mit csinálsz? Hűtőt azonnal kinyitod. Tudod, de kamionos milyen? Egyből egy cigire rágyújt, vagy nyíl a sörér, a másik kezében már húzok, hogy kell a jégkrém. Na hát ezért. Na ez. Hát, srácok. Én, ami pénzt erre elköltöttem. Igazad van, a friss nem olyan, mint a fagyasztott, bár ugye azt kell tudjad, hogy ezt is behozzák a földekről, és azonnal lefagyasztják. Tehát lényegében mondjuk ugyanaz. Csak veszel fél kiló mondjuk málnát, vagy áfonyát, bár az pont annyira nem jött be nekem fagyasztva, vagy epret, és megveszed, mit tudom én, másfél euróért. Amúgy meg frissen 200 g-ot veszel másfél euróért. Elmondom nektek, én szinte ipari mennyiséget eszek ezekből a gyümölcsökből, és mocskos sok pénzt elköltöttem rá. Nem tudtam megvenni, amikor, hogyha megvettem, hát most vagy megeszek fél kilót, hát vagy feleslegesen magamba tömöm. Hát azért ezt nem dobtam még ki, de kicsit olyan feleslegesen kezdtem magamba tömni. Mert például, mire használom?
joghurtba, ugye? Megveszem a natur görög joghurtot, és akkor beleteszem, és akkor gyümölcs darabok, azt én tudjam, hogy benne vannak a gyümölcs darabok, nem az, hogy rá van írva. Vagy a másik, hogy veszel, mit tudom, egy banánt, teszel bele málnát, vagy epret, add hozzá esetleg egy pár csepp édesítőt, ugye görög joghurtot, és akkor ezt összeturmixolod. Mondjuk úgy, hogy zappe helye, tökéletes, vagy akár már magában is egy ilyen shake. Én ezt is nagyon sokat szoktam enni. És így viszont bármikor így elő tudom kapni. Nagyon sok főzeléket eszek. Az is ilyenkor akkor beteszem, mondjuk akár ugye egy borsó, bébirépa keverékét előkapom, és már is ott a főzelékem. És még egy nagyon fontos, én nagyon szeretem a levest, leves zöldség. Hát hallod, az is. Az ugyanaz, mint az előbbi, hogy megveszed, na tuti megfőzöm, de hogy főzöd? Hát szégyellem magam, én nagyon sok itt megromlott a fülkébe, betettem a hűtőbe, azért lett baja, hakim, hogy azért lett baja. Megveszed fagyasztva, leszeletelve, és bármikor előkapod. Zseniális. Komolyan mondom, én csak az előnyét tudom sorolni ennek a hűtőnek. Ennek csak előnye van. A másik. Én otthonról soha nem tudtam kihozni úgy kaját, hogy jó, hoztam rántott húst, vagy rántott karfiót, érted? Én ezeket egyébként ideként nem eszek a fülkébe, én nem csinálok ilyen rántott dolgot, mert annak szaga van. És nem tudtam magammal kihozni ilyeneket. Húsvétkor, hú, de megpakoltuk, hallod, hú, de meg úrpakol, hogy egész héten keresztül ettem a húsvéti kajákat. Ugyanez hazafelé is. Tehát figyelj, van például Franciaországban lehet kapni egy ilyen torta, egy ilyen pudingos torta. Ó, mióta szeretnék hazamenni, de hogy a francba vizet haza? Hát itt van, fogom, beleteszem, most fagyaszt, de amikor megyek haza, a Zafirának a csomagtartójában van 12 voltos ajzat, beledugom, és amit gondolok, megveszem, mert itt ideki mondjuk lehet kapni, otthon nem, már viszem is haza, szóval, srácok, nagyon király. Cserébe viszont az ára az fura lehet egy kívülállónak. Miért? Mert ezek a hűtők, azt hiszem ennek az ára, és azt mondod, hogy Jézusom, hát ebből mekkora hűtőt veszel. Igaz, de az hova a francba tegyem? Tehát ez a probléma. Ezt meg fogom, és mobilis. A mobilis mindig drágább. A másik, én ezt úgy mondanám nektek, és most, ha cégek is vannak, nézik ugye a videót. Ez lehetne egy jutalom. Komolyan mondom, engem annyira tudnék neki örülni, hogyha én kaptam volna egyet a cégemtől. Az nettóbb úgyis le tudod írni, az csak 80. Most 80 ezer forint, azért, hogy ilyen kis mosolygós sofőröket lássák, hidd el, hogy minden pénzt megér. Hát nézd meg, hogy ölelgetem. Ó, nagyon szeretem. Tényleg, most komolyan nagyon-nagyon szeretem. Az a hűtő neked kell. Én úgy voltam vele, hogy ennek nem kell utána olvastam, mert ezt annyira megszerettem ezt a hűtőt, hogy oda nem adom senkinek. Na most, van egy hátránya, még egy hátránya, hogy ugye 12-24-ről tudod üzemeltetni, de az eladó, az a konvoj is úgy javasolja, hogy direkt bekösd be, meg tudom erősíteni. Hát itt teszel, veszel, ugye ide van bedugva a laptop is, és picit így megmozdul, hallod? Jó, most kihúztam, de érted? Egy picit megmozdul, és lekapcsol. És ha nem figyeled, akkor annyi volt. És hát akkor annyi volt. Akkor reggel arra kezd, mondjuk, hogy már 10 fokos a benne lévő cucc. Oké? Ezért direkt bejavasolják. A másik nagyon fontos, hogy ha kiszállsz a kamionból, ennek üzemelnie kellene oda-haza is. Na, ennek van egy olyan hátránya, hogy 220-ról nem tudod üzemelni, azt hiszem a nagyobbakat lehet, de ezt a 18 teres nem lehet. Erre is van kérlek szépen megoldás. Elcsattogsz a Dometic C-vel nevezetű oldalra, és ott lehet kapni visszaalakítót, ha most jól fogalmazok. Tehát nem 220-ra alakít, azt hiszem a 220-at alakított 12 voltra. Na, így van, csak megfogalmaztam. És akkor javasolják, ezeket ne tedd így félre, tehát leteszed oda-haza, most én még pár nap még oké, de hosszú távon még 1-2 hónap nem, tehát nekem is be kell szerezni egy olyan áramátor, akit sajnos a konvojnál viszont nem volt. Hűtő. Tehát Indel B 18 literes hűtő, és nézzétek meg, nagyon kényelmes, most elfér, úgy van. Így, és barátok vagyunk, nem mozog. Látod, pontosan itt így tökéletesen, ugye így elfér mellettem. És a srácok, én nagyon-nagyon megszerettem, és tiszta szívből. Tehát szerintem ennyire lelkesen még soha nem mutattam be semmit, ebbe beleszerettem, de nagyon beleszerettem. Hát beteszem nektek ide, minap ugye bemutattam ezt is, az új laptopomat. Az új laptop, hát srácok, egyenlőre sajnos itt a kamionban kicsit túlerősre sikeredett ez a gép. Az a helyzet, hogy a 12 voltos átalakító vagy töltő az nem bírja. Tehát van nekem egy 12 voltos töltő,
tehát egy ilyen 12 voltos töltőm van, nézzétek csak. Neten, figyelj, mert sokan nem találjátok. Beírd a Google képekbe, mindig a képekbe kell keresni. És most látod, hogy mit ezért nem kell oldalakra ugye böngészni. Beírod, hogy 12W autós laptop töltő, Lenovo töltő. És én ilyet vettem, ami ugye nem cserélhető fejes. Na hát ez a probléma, kérlek szépen, hogy ez 4,5 amperos. Tudod, mennyi kell ennek a laptopnak? 11,5! Hát várom a javaslatokat, mert egyenlőre ezen megakadtunk. Hogy na most legyél okos, domokos, ez hogyan fogod tölteni? Elmondom nektek, az 1000 wattos direkt bekötött áramátalakítóm, beindul a renderelés, az azonnal leveri. Mint a húzott leveri. Ízzik, de olyan szinten ízzik, majdnem, hogy lángol. Te meg lehet rajta sütni egy tojást. Úgyhogy ez a probléma jelenleg, hogy hát addig rendben van, hogy gyors. Ó, nagyon gyors. Hát igen, szívjám az aksit. Na most, hogy a megoldás? Hogyan legyen akkor tovább? Hát azon kívül, hogy kellene egy 12 voltos töltő, lehet kapni külső aksikat. Hát ehhez még azt sem nagyon sikerült találni. Úgyhogy mi legyen, hogy legyen. Hát erre, ahogy én úgy készültem, erre a 11,5 amperre nem számoltam. Következő cuccunk, egy powerbank. Várjál. Mielőtt lelövöm a poént. Powerbanket ismertek így. Van még itt. Ó, itt is van egy, és csak oda. Mennyi van? Hát jó, nekem kell a sok kamerával. Powerbank, igaz? Ezek powerbankek. Tök jó, nagyon hasznos, tényleg. Kamionos vagy, elmész túrázni, bárhova a telefont bedugod, mert ilyen napról a telefont kell nézni, meg mindent, halott látunk egy izét, egy sastar az égen, akkor le kell fotózni, ki kell posztolni, anélkül semmit nem ér az élet. Na de, van egy powerbank, kérek szépen, ilyen is. Ez is powerbank. 40 amperórás powerbank a Dometic-től van ez a powerbank. Na hát, el kell mondjam, büszkeség, hogy ebből Magyarországon 2 darab van. Most hazudtam nektek, ugyanis 1 darab van, mert a másik jelen pillanatban itt van ki nálam. Tehát ennyire kevés van ebből. Ez megoldaná a problémát. Csak egyelőre az, hogy erről hogyan tegyem ide a laptopba, az itt a probléma. Van ezen, kérlek szépen, egy USB, 2 darab USB töltő. Hát ez kifejezetten lakóautósoknak. Lakóautósok, figyeljetek, ez kifejezetten nektek. Van itt egy ilyen töltő, és itt a 12 voltos töltő. Így. És akkor itt tudod tölteni hálózatról. Van benne biztosíték, van itt minden finomság. Na, tehát ez lenne a powerbankünk. 7 óra alatt tölti fel. Tehát 7 óra alatt töltött fel itt a kamionban is. Nagyon fontos, ugye ezt én kifejezetten a hűtőhöz is teszteltem. A hűtő 27 óra alatt merítette le ezt nullára, 27 óra alatt, jó? Tehát ezt tudjad róla, mert hogy. Ugye egy 45-ös pihenőben, hogy megy a két hűtő, az annyira nem biztos, hogy finom. Hát azért most 300 ezer forintot nem valószínű, hogy bármelyikőtök is ki fog érte adni. Én az, amikor lemerül az aksi. Szóval nem biztos, hogy nagyon sokan fogtok ezért a cuccért kapkodni, viszont ugye ezek is befektetések. Tehát hosszú távon, hogyha kiszámolod, hogy járatod a kamiont, biztos, hogy visszahozza ugye az árát, ha bekapcsolt. Tehát egy nagyon-nagyon jó cucc, van neki egy mutatom, még egyszer egy ilyen digitális kijelzője. Így. Bocsánat, így talán látszik így valahogy bele. Világítanak itt a reflektorok. Szóval egy nagyon-nagyon jó cucc, nekem nagyon bejött. Hát az, hogy a laptop mennyi dolat szívja le, a másiknál néztem, talán 7-8 órát bírt, ha jól emlékszem. Az bőven elég, az nekem aranyat érne. Tehát gondold el, hogyha egy 24-es pihenőbe be se kell indítani a kamiont. Tehát alapból, hosszú távon azért mondom, hogy megtérülnek ezek. Csak jelenleg az a probléma, hogy ezt így készültem, hogy a hűtőt és a laptopot rádugom. És akkor 24-esből nem kell beindítani a kamiont. A hűtő az oké, csak a laptop egyenlőre nem tudom, hogy tölteni. Kíváncsi vagyok, hogy van-e erre bárkinek bármilyen megoldása. Azt fogadom szeretettel. Úgyhogy srácok, tehát Dometic-es, hát nevezzük powerbanknek aksi. Jöjjön egy kis hiba, az utolsó termékünk fog mindjárt következni.
jöjjön egy hiba, amit elkövettem, és mielőtt is beleesnétek ebbe. Én javasoltam nektek a bizonyos elindulás segítő hóláncot. Nagyon király, komolyan, az nagyon-nagyon király. Csak hát ez az, amikor ugye nem jutnak hozzád vissza az információk, hogy felteszed naívan. Emlékeztek, mutattam nektek azt a bizonyos fejáni sérülést? Néztem ott, hogy hogyan? Te hogy került az oda? Hát mit csináltam? Hát nem mentem neki semminek. Ahogy rátettem a láncot, ugye? Hát, hogy ez kapar egy picit, megmozdul mindig a belső lánc, és kimarta. És rácok, hogyha felteszitek ezt az elindulás segítő hóláncot, amit időben kezdjetek el beszerezni, mert télére biztos, hogy megint el fogják kapkodni, és többen jeleztétek, hogy kellene, de nincs a konvojnál. Na, hát igen. Jó, úgyhogy szerintem, hát, hogy most már megjöttek, úgyhogy nézzétek meg, és tegyetek alá egy csúszásgát logumit. Hát én két felnit összecsesztem. Ez van, hát az ember hibázik. Dolgozol, hibázol, hát ismerd el. Mondd el a többinek, hogy nézd, ha felraktad, akkor erre figyelj, tegyél alá egy csúszásgátló gumit, vagy valamit, mindegy mit, hogy nehogy összemarja. Na, és akkor jöjjön szerintem az utolsó cucc, ha találok még valamit, akkor azt úgyis beteszem nektek. Amikor elkezdtem a vállalkozást, nem is jól fogalmazom. Amikor látsz szkániás képeket, mi az, amit látsz minden fülkéből, és az enyémben nincs? Hogy így, amikor látod egy műszerfalat, mi az, ami nincs, de nagyon sok szkániásnál van? Hát a kávéfőző! Hát nem itt szokott lenni egy hatalmas, büdös, mocskos nagy kávéfőző? Hát én nem tudom, a szkániások ennyit mennek, hogy kiesik a szemük, hogy mindenki kávézik. Hát én nem tudom, hallod. Eszembe nem jutott tenni egy kávéfőzőt, de azt mondtam, hogy azért is más teszek. Én azért is más leszek, különc leszek. Nekem kell egy Nespresso. Tudod, ez egy George Clooney reklámozza. Nespresso kell. Hát nincs. Halad, kinyúlok. Adtam volna, te komolyan mondom, bármeddig elmentem volna. Ameddig lehet, elmentem volna árba, és nincs. Hát a szívem szakadt meg. A szív szakadt, hogy nincs egy kávéfőző. Hát nekem meg ilyen izé nem kell, mint a többiének van, az már nem egyedi. Hát akkor hogyan tovább? Hogy lesz nekem kapszulás kávém? Ez a vacacó márka. Hát megvettem, Angliából lehetett ezt rendelni, vagy hát lehet rendelni. Ez most pont az a termék, amit annyira nem ajánlok, nem váltotta be. Tehát jó a cucc, tehát ide fogod, ide ebbe beleteszed a vizet, ezt így ide rácsavarod, és akkor ebbe. Hát annyi, hogy én kapszulást rendeltem. Én nem vagyok ez a izétől, hogyha nem azt a terméket kapom, akkor jaj, most minden áron nekem az kell. Ugyanis átgondoltam, még lehet, hogy jobban jártam így. Hiszen kétféle van náluk. Valamivel beleteszed a rendes kapszulát, amit ugye lehet kapni, a Nespresso kapszula belevaló, és akkor beleteszed, átnyomod rajta, azt hiszem most 6 bár nyomás, tehát komoly nyomáson, mert tényleg habos kávét csinál. Azon nincs is probléma, habos lesz a kávé, és azon átnyomod, és akkor ott lesz a kávét. De nekem ilyet küldtek, ami ez most már pont, tehát ilyen, látod? Tehát meg kell tömni kávéval, és gondolkoztam, hogy mi változik? Kiveszem a kapszulából a kávét, bom, belerakom, és akkor így tudok bele tenni ilyen kávét is, meg kapszulást is. Mert akkor inkább jobban jártam ezzel. Úgyhogy végül egy ilyen lett, és akkor ezt fogod, rátekered, így, ezt így magad így lefordítod, és akkor ezen így fogod, és így átpréseled a kávét. Tehát, ha nagy kávés vagy, viszel magaddal a forró vizet, be van készítve a kávé, így lecsavarod. Az a baj vele, azt nem értem, miért csinálj, bármennyire forró vizet tettem bele. Mire innen a forró víz leér ide, halad, majdnem elhűl a kávé. Hát hogy csinálja, azt nem tudom, de ilyen. Amit én a finom. Tehát most viccen kívül bármiféle trollkodás nélkül a maga a kávé az, ami kijön alul, az finom. Én úgy szoktam, hogy adok hozzá még egy kis meleg vizet, illetve én dupla eszpresszót szoktam átnyomni rajta, mert amúgy az eszpresszó nagyon pici. Kicsit olyan olaszos, tudod, megittad, és így kipattannak a szemeid, és akkor így mész. De azért nem ajánlom, mert valahogy olyan körülményes. Ilyet én még senkinek nem láttam, úgyhogy örülök, hogy én vagyok az, aki be tudta ezt nektek mutatni, de persze főzünk vele egy kávét. Jó, iszok most egy ilyen olasz kávét. Na és akkor ugye ezt alapból, ezt kellene ugye beletenni, tehát egy ilyen tartó lenne, amiben belefér a kapszula, viszont nem olyat küldtek, én ezért nem is küldtem vissza, hogy utána átgondoltam, hogy hát jó lesz ez így nekem. Úgyhogy lényegében ezt így felbontom. És
akkor ebbe a kávét szépen átteszem. Hát lehet ez itt egy ilyen pepecsnek tűnik. Hát talán ezért nem ajánlom, ugye? Ez, mondom, azt hiszem 60 euróba került ez a megoldás. Így. Jó, és akkor ezt kell ide rátenni. Mondom, maga a kávé az oké, azzal nincs is semmi probléma. Az rendben van, de hát érdekességképp, hogy van ilyen is. És hogy egyszer talán lesz majd kapható Nespresso, higgyétek el, az első között leszek, aki megveszi ezt a gépet. Drágák ezek a kapszulák, tehát így egy kávé nem olcsó mulatság, hát olyan 200 forintra jön ki. De azért van ilyen flancos kávé, amikor úgy van kedved. Na, én tettem ebbe egy édesítőt, én édesítővel iszom a kávét, és akkor ezt egyszerűen, hogy mutassam, hogy lássátok így valahogy, tehát ezt a pumpálóját kell itt nyomni, és áttuningolom rajta a kávét, így hopp, aha, majdnem olyan hangot ad, mint a kotyogós. És érted? Beletettem felül a forró vizet, mire itt leír, hát olyan langyos. Hogy miért teszi ezt velem, azt nem tudom. De és én ezt kétszer szoktam átpumpálni rajta, mert így egyébként nagyon kevés ez a kávé. Ennyi. Tehát ez így azért igen nokerüli adag. Srácok, ez lett volna a mai videó, remélem, hogy tetszett nektek. Végre sikerült egy videót szinte vágás nélkül megcsinálni. Ez tök jó. Na, megedződünk itt a végére. Úgyhogy hamarosan most már a hullandos videó fog jönni, illetve még jön egy nap velem. Csak ugyan nyárat le fog záródni, én megyek haza. És jön a szigorú, kemény edzés. Úgyhogy nyáron szerintem valószínűleg ilyen életmód edzős videók, bejelentkezések lesznek, hogy hogyan állunk ezzel az egész edzéssel. Persze fogok otthon is forgatni majd videókat. A kamionos kütyük, ugye ez lassan gyűlik, mert azért hasznos dolgokat szeretnék bemutatni. Mindig teszek belőle, ami lehet, hogy ötletes, jó, de annyira nem biztos, hogy bejön. Most ugye főleg ilyen drágább cuccokat tudtam nektek bemutatni. Írjátok le a véleményetekre, kíváncsi vagyok jó erre a Dometikes cuccra, hogy mit tudtok rá javasolni, hogy hogyan tudnám a laptopot tölteni. Jelenleg így megy, hogyha sima töltésben van. Gyors töltést azt nem igazán bírja itt a kamionban, az hamar megint csak ugye izzik a gép. Lehet kapni szinuszos invertert, ennek még utána fogok járni, na de hát azt akarom, hogy a kamionok siet leszívja, érted? Tehát, vagy a kamion kezdjen itt el nekem izzani, úgyhogy erre valamiféle megoldást. A legjobb lenne az, hogyha erre a powerbankre rá tudnám valahogy cuppantani. Bízom benne, hogy ez el fogja bírni, de az ötleteket várom, úgyhogy kommentbe. Nagyon szépen köszönöm előre is mindenkinek, ha van kedvetek, tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok!